Sziasztok, jelenek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Megjelent végre az 5 éjszaka a Shrek Hotelben 2. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés, mivel most bizony ezzel a remek művel fogunk játszani. Hogyha emlékeztek rá, az előző részt már kivittük közösen. Ez volt amúgy életem legeslegparább Shrekes horror játéka. Szóval itt is van az ideje, hogy visszatérjünk 5 éjszaka a Shrek Hotelben. Jaj, de jó, már itt is van a figyelmeztetésünk, hogy bizony lesznek itt jumpscare-ek, meg különböző villanó effektek, meg hát természetesen a hátborzongató Shrekünk is. Annyira amúgy már nem emlékszem az egész játékunknak a sztoriára, szóval, hogyha lesznek bizonyos összefüggések, lehetséges, hogy nem fogom észrevenni, de mi egy hajléktalanok vagyunk, és meg is érkeztünk ide a Shrek Hotelbe. Hát ez a hotel ugyanúgy néz ki, mint bizony tavaly az első részben. És így beszél Shrek meg minden. Szia, üdvözöllek a Shrek Hotelben. Hogyan segíthetek neked? Kérhetnék egy szobát 5 éjszakára, kérlek. A második emeleten van nekik egy szabad szobájuk. Jó, hogy ennyi volt és már meg is kaptuk. Ajjaj, Shrek már nagyon is bedurvult. Hát de nem is adtad ide a szobakulcsot meg semmi. Jól van. Nézzünk azért körbe. Aha, emlékszem, hogy ennél a WC-nél volt egy jumpscare. És megjelent mögöttem Shrek. De tuti, hogy full új lesz számít minden. Rendes olyan volt, mintha ez a ventilátor így vándorolna. Aha. Menjünk is fel akkor a második emeletre. Csóri szamárnak a feje még mindig itt van. Hát tönkre teszik nekünk itt a gyerekkorunkat. De minthogyha az első részben... az első emeleten lettünk volna, vagy nem? Nem, ugyanígy a másodikon voltunk. És ott van a mézes kalács emberke? Aki bizony valami zsákot visz maga után. Ő valami sorozatgyilkos itt, vagy mégis Mizu? Van nekünk itt egy kis automatánk, szóval, hogyha megéhezünk, ilyen kis nasikat tudunk innen csapatni. Mi ez a portré itt? Ő is Shreknek a nagyapja? Ez az ajtó nekünk zárva van. Zseni, hogy még azt sem mondta a recepciós Shrek, hogy mégis melyik a mi szobánk, de mi nagyon is megtaláljuk. Na de még mielőtt elmennénk aludni, a karakterünknek vécéznie kell, szóval menjünk is le. Hát nem véletlenül ilyen szálloda ez, vagy motel. Nem egy előkelő hely, az egyszer biztos, ugyanis még fürdőszobánk sincsen. Na de most akkor nem ide kell lemennem a WC-re? Hát nem engedi nekünk, na de beszéljünk akkor Shrekkel. Elnézést, mégis merre van a WC? Aha, erre van a WC. Nehogy lemert pisilni a falakat. Mert csak azért is, még a mennyezetet is lefogom, bátya. Tudti, hogy itt lesz megint valami jumpscare, mi? Jól van, pisiljünk is akkor. Aha, akkor nem pisilünk. El is intéztük a dolgunkat. Fúj, de gusztusos ez az egész. Nem húzzuk le a WC-t, meg semmi. Illetve kezet sem mosunk. Hát jól van, eléggé undorítóak vagyunk, mit ne mondjak. Bocsi, de teleraktam a WC-t, kedvesek. És még az ajtót is nyitva hagyom. Hogy érezd a finom illatokat, amik kijönnek onnan, tudod? Na de, most, hogy elvégeztük a dolgunkat, mehetünk is a szobánkba, de ez még mindig csupán az első éjszaka. Mi lesz még itt a többi éjszakán? Aludjunk is akkor! Aha, legalább most semmilyen rémálmunk sem volt, hogy a mézes kalács emberke a takarító. És milyen fura a szája! Jó, beszéljünk akkor Shrekkel.
Tegnap este egy hatalmas nagy adagot ott hagytál a WC-ben, és rengeteg ideig tartott nekem, mire kitakarítottam. Most pedig neked ki kell takarítanod a WC-t. Én csak egy vendég vagyok, már nem azért. Miért bízol rám ilyen velős feladatokat? De jól van. Nyomassuk is akkor. Takarító Robert meg is érkezett. Nagyon remélem, hogy bizony kedvezményt fogsz adni akkor a szállásból, hogyha már ilyenekre ráveszel itt engem. Na de még van valahol kosz? Hát én nem... Ja, itt van, várjatok csak, itt nagyon is van. Szuper! Hát szerintem meg vagyunk, szóval jöjjünk is ki, és készüljünk fel minden jumpscare-re! Aha, hogy nem tudunk még kimenni, szóval még akkor itt is van kosz, na de most? Jó, most már nagyon is ki tudunk menni. Mi a baj a mézes kalács emberkének, hogy elvettem a munkáját? Hát olyanok vagyunk, mint a robotok, elveszik a munkát, ne vicceljetek. Ha-ho, nem tudom megvigasztalni? Hát úgy fest nekem, hogy nem. De Shrekkel sem tudok beszélni. Na de ide be tudok menni? Hát ide nem tudok bemenni. De most akkor vajon fel kéne mennünk a szobánkba, vagy mégis Mizu? Aha. Hát nagyon úgy fest nekem, hogy ez ennyi volt, és jön is akkor egyből a harmadik éjszaka. Hát micsoda speed! Ránok vannak itt, te mégis ki vagy? Na én ezt a tagot még életemben nem láttam, és nem ismerős így a Shrekből. Hát menjünk be hozzá! Zaklassuk itt a vendégeket! Na de mindegy, nem tudunk vele semmit sem kezdeni. Zárjuk be azért remélhetőleg még kulcsra is az ajtónkat, ugyanis nem szeretném, hogy bizony bejöjjön bárki is a szobánkba. A karakterünk még nem álmos, szóval ő szívesen megnézné, hogy mégis milyen festmények vannak itt a Shrek Hotelben. Hát nézzük is meg, csak nehogy valamelyik festmény életre keljen itt. Egészségedre, uram. De nem már! Ezt is elrontottuk. Hát mit nem rontunk mi itt el? Eléggé kiszerencsétlen a karakterünk, mit nem mondjak, de mi is akkor ogrék vagyunk? Vagy miért ilyen zöld a taknyunk? Na most, van nekünk kettő választási lehetőségünk, de akkor ezek szerint a játéknak több kimenetele is lehet, ugyanis nagyon is szerintem a mostani döntésem fog függni a játékunknak a végétől. Aha, elfuthatunk, illetve elrejthetjük a festményt. Hát szerintem rejtsük el a festményt. Nagyon is jön a mézes kalács. Jó? Nincsen baj, sikeresen elrejtettük a festményt. Na de, valóban máshova kéne tennünk. Mégis ki lehet az? Tudod, hogy a mézes kalács emberke. Aha, hogy Shrek az, nagyon is be van pipulva. Hogyan segíthetek? Csak jöttelek megnézni, ugyanis hallottam valami hangot. Én nem hallottam semmit. Biztos vagy benne? Igen, minden teljesen rendben van, csak nehogy benézzen a szobánkba. Ugyanis még nem rejtettük el a festményt. Jó, leráztuk Shrekket. De nem már! Hogy úgy fogunk elaludni, hogy nem rejtjük el a festményt. Mi van akkor, ha éjszaka bejön valaki a szobánkba? Aha, sokkal profibb amúgy a második rész, mint az első volt. Hát nézzétek meg, hogy milyen kis sunyi dolgokba lehetnek benne, és hogy sugdolózik a mézes kalács emberke. Tuti, hogy már gyanús nekik, hogy eltűnt a festmény Shrek nagyapjáról. De hogy figyelj a mézes kalácsot? Na de a karakterünk éhes, szóval ide kell jönnünk. Ez a szoba szerintem egyáltalán nem volt benne az első részben. Hát itt van már Csizmás Kandur is, meg ez a fura másik vendég, aki szintén azon a szinten lakik, ahol mi. Na de, egy jó hamburgert nyomassunk szerintem, szóval ki is választom, szeretne leülni. Figyelj, haver! Van ezen az asztalon kívül még kettő üres asztal. Te miért? Ez a tag mellé szeretnél leülni, vagy vele szembe? Nagyon nem jó ötlet ez. Hát még a szemei sem állnak jól. Szia, te hogy vagy? Ő nem beszél, csak integet. Együk inkább a kajánkat, és ne foglalkozzunk semmivel. Hát persze, hogy Minecraftos
kajás hang volt bevágva, hát mi más is lehetett volna? Hát jó gyorsan befaltuk, szóval jöhetünk is már innen. Fú, de szigorúan néz Shrek! Eddig sem volt szimpatikus. Jöjjünk is akkor az emeletre, és bízunk abba, hogy nem találták meg a szobánkban lévő festményt. És tudjátok, most benyitok, és telibe itt lenne a mézes kalács emberke vagy valami. Jó, nincs itt senki, de a festményünk megvan. De nem már, hogy már megint gyanútlanul alszunk. És a telibe taknyozott festmény ott van mellettünk. És még mindig nem raktuk sehova. Hát most már nagyon is eltűnt Shrek, illetve a mézes kalács emberke is, de legalább ide a WC-hez be tudok jönni. Illetve ide is, hogy mit csinálsz? Mindenki eltűnt a Shrek Hotelből, és már csupán csak én vagyok itt. Na az mondjuk baj! Lehetséges, hogy meghaltak? Az a baj, hogy tényleg nem emlékszem, hogy az első részben mégis mi volt. De hát azért vagyunk itt, hogy mindent nagyon is kiderítsük! Nem áll! Nagyon is lebuktunk, és én bizony éreztem, hogy Shreknek valami rokona lehető. Te csináltad ezt? Elegem van már belőled. Most bizony egész éjszaka neki fogunk dolgozni, szóval menjünk is le, és a dobozokat vigyük oda, ahova kéri. Hát nem ölt meg minket! Nézzük ennek az egésznek a jó oldalát. Na de... Itt is van a doboz. És mégis azt hova kéne vinnem? Felfele? Szia Shrek, hova tegyem? Aha, itt áll Shrek, szóval nem oda, hanem ide. Milyen kínzó eszközök vannak itt, kérem szépen? Tuti, hogy hamarosan már megint lesz valami jumpscare. Ne tisztítsam le utána a festményt. Bezzek, hogyha elfutottunk volna, akkor lehetséges, hogy nem bukunk le ennyire csúnyán. Szia! Hey, how are you doing? Köszönünk is neki, mégis hogy vagy? Jól vagyok, szükséged van némi segítségre? Na, jön ő is és cipekedik, el fogja bírni egyáltalán? Hát persze, hogy elfogját, nézzétek meg, hogy sprintel azzal a dobozzal, erről van szó. Nem véletlenül van ám rajta a futószett. És hogy megy kajakra? Nagyon, de nagyon fura ez az emberke. Jó, megvan az utolsó doboz is. Jó fiú, most már mehetsz aludni. Hallod? Tudjad a helyedet? Te engem ne jó fiúzzál le. Most attól függetlenül, mert tiéd a szálloda. Ne főnökösködjél felettem. Jó. El is érkezik akkor. Az ötödik éjszaka, de nem. Ugyanis... Éjfél 2.0. Aha. Most kezdődik csak igazán itt a horror rész. És most durvul be a játék. Ugyanis rettentően sötét. Most bizony... A gémünk, valaki megölte ezt a tagot? De nem már. Pedig mennyire jó fej volt. És segített is nekem! Miért csinálod ezt velem, te játék? De ne aggódjunk, mindjárt kiderül, hogy ez az egész csupán egy rossz rémálom. És igazából nem történt itt semmi durvaság, ugye? Jó. Megittunk egy Shrek juice-t. De szerintem nagyon nem kellett volna. És tudjátok, ennek köszönhetően átváltoznánk Shrekké vagy valami, de mondja is a karakterünk, hogy most már nagyon erősnek érzi magát. Ó, hogy mi ide be vagyunk börtönözve? És ez a mi kis cellánk, és nagy eséllyel most az egész Shrek Hotel alatt lehetünk? Hát de nem láttam én semmilyen pincelejárót, de mivel megittük a Shrek juice-t, nagyon is szétfeszítettük puszta erőből a rácsokat, és ki is szabadulunk. Hát jön és megszokik itt az elek, így kell ezt csinálni. De nem már. Most pedig a karakterünk már megint gyengének érzi magát. Hát de várjatok már, akkor ez tényleg csupán egy rémálom volt? Ugyanis ő az álmunkban, ami akkor lehet, hogy tényleg az álmunk volt, meghalt, de itt pedig életben van. Én azt hittem, hogy te meghaltál. Figyelj, én segítek neked, és megpróbálok kiszabadítani innen, oké.
De mégis hogyan tudnánk kiszabadítani? Most vissza kell vajon jönni, és bizony nyomatnunk a Shrek Juice, de az van ráírva, hogy egy egész élet alatt csupán egyet ihat. Most elvihetünk egyet, de nem ihatjuk meg, vagy pedig megihatunk még egyet. Hát szerintem vigyünk el egyet annak a futós tagnak, aki már segített nekünk, és akkor ő ki fogja szabadítani magát. Idd meg ezt kérlek, jó? És most akkor én fussak el, azaz, el tudok futni, és itt már nincsen rács. Shrek telibe mögöttünk van, de mi nem foglalkozunk ezzel, oda se nézek. Mint hogyha nem is menekülnénk senki elől sem, erről van szó. Csak haladjunk szépen, de miért nem tud a karakterünk gyorsabban sprintelni, szuper. Ide érkeztünk. Ez már a játékunknak a vége lehet? Na jó! Hát milyen gigacsed lett belőle! Ez a Shrek drink nagyon is komoly. És elérkezik a végső leszámolás. Hát szurkoljunk neki, hogy be fogja darálni Shrekket. Mi jó fejek voltunk vele, ő is jó fej lesz velünk, és megvéd minket. Ó! Hát nagyon is kicsapta a kis aknavetőjét. De hát gigacsed, de nem lehet szórakozni. Kivittük akkor sikeresen a játékot, én rettetően éltem, szóval nagyon remélem, hogy nektek is bejött, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés, köszönöm szépen a figyelmet, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben, addig is legyetek jók, szevasztok!